Május hónap neve a római Maja, a termékenység istennőjének nevéből ered, de nevezzük még tavaszutó havának és pünköst havának is. Ebben a hónapban több ünnepet, jeles napot tartunk számon, és sok kedves, szép, régi eredetű népszokás is kötődik a hónap 31 napjának egyikéhez, másikához. Megkértik Ferenciné Csáki Anna Máriát, a Karacs Ferenc Múzeum muzeológusát, beszéljen nekünk a májusi jeles napokról, és elevenítse fel a hozzájuk kapcsolódó népszokásokat. Május a tavaszutó, illetve a pünköst hava, ahogy nevezi a hagyomány. Ez a hónap, mint látjuk, érezzük a saját bőrünkön, hogy már a meleg, nyárias időszak, illetve az esős, kicsi hűvös napok változását jelentik, de már a madarak csicsergése, akár a reggeli korai koncertek, ezek mind-mind arra késztetik az embert is, hogy részese legyen ennek a változásnak, és ezeket a saját bőré megtapasztalja, és ezt tovább vigye, és persze készülünk a nyárra, ugye az május az egy nyár előtti készülés is. És hát ha szokásokat nézzük, és hagyományokat, jelesnapokat, azok leggyakrabban ugye az időjáráshoz kötődnek, illetve a környezetünkhöz, a termőföldhöz. A föld újraéled, a legdúsabb ekkor a termőföld, ha kinézzünk a saját kertünkbe, és látjuk, hogy a füvet ilyenkor kell mondjuk a leggyakrabban vágni, ugye egy pici eső után sokkal dúsabb a termés, és ezt várnánk ugye a további részében az évnek is, és ehhez nagyon sok szokás is kapcsolódik. A májusnak a legnagyobb ünnepe ugye a pünkösd, de ezen kívül nagyon sok apróbb, pici kis alkalma van, amikor kicsit megállunk, illetve szinte az egész hónap kezdetétől a végéig tartalmaz olyan jeles napokat, amelyeket a családok, a közösségek ünnepelnek. Május legelső jellegzetes ünnepe a május elseje. A köztudatban ez a nap a munkaünnepeként szerepel. Régen viszont e napot megelőző éjszaka a legények májusfát állítottak a kiszemelt lány, vagy a már meglévő kedvesük háza elé. Időrendben ugye május 1-én kezdődik a hónap, és ehhez a naphoz egy olyan szokás tartozik, egész Magyarországon régebben ezt követték, hogy ugye május a rügyfakadásnak az ünnepe, a fák kizöldülésével a zöldágat használták fel különböző műveletekre, díszítéshez. Például a május járás is ez egy olyan alkalom volt, amikor a fiúk már ugye május 1-ének előző napján összegyűltek, ugye ahol folyóvizes terület volt, akkor a folyó partján gyűjtöttek össze ágakat, illetve gyümölcsfák ágait, a legjellemzőbb növényekre kell ilyenkor gondolnunk, és ezeket minél inkább feldíszítették, ugye szalagokkal, kendőkkel. A céljuk az volt, hogy a kedvesüknek, a legkedvesebb hozzátartozójuknak egy ajándékot adjanak, hiszen május 1-én, amikor felkeltek a lányok, akkor a kapujukon, hogyha volt kedvesük, barátjuk, ma már úgy mondanánk, vőlegényük, és esetleg valamelyik fiú kiszemelte magának leendőbeli mennyasszonyként, akkor az ő kapuján természetesen ott volt a feldíszített májusfa. Ma is sok helyen a májusfa állítás szokás, hiszen a fiúk, a vőlegények azért meglepik a leányokat egy-egy gyönyörűen feldíszített, és esetleg minél hatalmasabb, minél nagyobb májusfával. Ezt például városokban is azért néha-néha meg is tapasztaljuk, hiszen Püspökladányban is egy-egy lány házának a kapujában megtalálható volt. Ugye a jelkép, maga a jelkép az ugye a napot jelképezni, és ezt hívják segítségül ugye az egész évre akár. Egy májusfa elkészítése nem volt egyszerű feladat. A legények összefogtak és kiválasztották a megfelelő ágat, majd feldíszítették és felállították a házánál. Na de nézzük, hogyan is nézhetett ki egy korabeli májusfa. Tehát a májusfa, amit ugye május elsején, vagy esetleg rossz idő esetén természetesen másnapokon, de egész május alkalmával díszítik, ugye ez egy olyan olyan fának az ága, amely arra a vidékre jellemző, akár
egy nyárfa, vagy gyümölcsfáknak, mint nem nagyon szokták, de olyan fa, ami arra, tehát jellemző vidékre, és ezt különböző pántlikákkal, ugye régebben szalagokkal, kendőkkel díszíthették, attól függ, hogy kinek ajándékozták. Ugye legtöbbször a fiú a szerelmének ajándékozza, hiszen ugye a május az a szerelemnek a hónapja is, és ugye ilyenkor keresnek párt maguknak az állatok is, illetve hát természetesen a férfiak is, nők is, és ugye ennek a alkalmával igyekeznek minél díszesebbre, sőt, ugye akár a nagyságával, a szerelemnek a nagyságát is próbálták elképezni. Május hónap következő jeles napja vagy napjai a fagyos szentek. Azért nagy a jelentősége a néphagyományban ezeknek a napoknak, mert a májusi fagyok már komolyabb károkat tudnak okozni a fejlődő növényekben, palántákban. A hiedelemnek van népi alapja, még akkor is, ha nem is pontosan ezeken a napokon, de ilyen tájt előfordulhat késő tavaszi fagy. Az emberi tevékenységnek a legnagyobb része a környezetünkhöz, a természethez kapcsolódik, ezért az emberek már nagyon régóta megfigyelték azokat a változásokat, amelyek ugye folyamatosan kísérték az életüket, a különböző napszakokat, és így hiedelmek, jóslások kötődnek bizonyos napszakainkhoz az időjárással kapcsolatban. Ilyen nagyobb nevek, mint Pongrász, Szervácz és Bonifác, akik május 12, 13 és 14-én egy olyan időjárásra utalnak, amely ugye egy kicsit a tavasztól, a nyártól, nyár elejétől szokatlan, de mégis minden évben megjelenik az, hogy néhány nap fagyosabb, hidegebb idő következik be. Az előrejelzések alapján ma is várható, sajnos, hogy ezen a hétvégén elég hűvös, esős idő jelentkezik, és ugye erre készülnek azért, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, és számítanak is rá. A fagyos szentek Pongrácz, Szervácz és Bonifác, vagy ahogy szokták emlegetni őket, a három ác. Valójában a hagyomány szerint a Krisztus utáni 3.-4. században élhettek. Nevüket onnan kaphatták, hogy a ruháikat a szegényeknek adták, ők pedig a hidegben megfagyták. Három áchoz az a történelmi tény tartozik, vagy az a monda, hogy szegényeknek adták a ruháikat, és úgy megfagytak ugye ilyenkor tavasz elején, és így maradt rajtuk ez a hiedelem, és így kapcsolják hozzá őket. Azt mondták régen, hogy sok bort hoz a három ác, hogyha felhőt egyiken sem látsz, azaz, hogyha jó idő van, akkor biztosabb a jó termés. Ellenkező esetben ugye akár a rügyek, akár a virágok, ezek mind lefagyhattak. Reméljük, hogy ez nem következik be. Május 25-én van Orbán napja, amit a negyedik fagyos szentként is szoktak emlegetni. A népi megfigyelés szerint az Orbán napi időjárás meghatározza a szőlőtermést. Május 25-e Orbán nap, amely az utolsó olyan névnap, amelyhez hidegebb időjárás tartozik így nyár elején. Ezt a napot a szőlő termesztők tartják olyan napjuknak, amelytől ugye várnák a jó termést, illetve Orbán napkor, ha hidegebbre számítanak, akár füsttel is próbálják előzni a fagyot, azaz megmenteni a növényeiket, illetve az orvosoknak is volt még védőszentje. Mivel május a pünköst hava egyik meghatározó ünnepe, a pünkösd, időpontja változó. A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli e napokon. Megelőzi a pünkösdöt áldozó csütörtök, ami idén május 17-ére esik. Pünköst hava van, a pünkösd a legnagyobb olyan ünnep, amely egyházi és világi tartalommal is bír. Ugye ez május 10-től június 13-áig tartó időszakban egy mozgó ünnep. Húsvét után számoljuk, ugye 50 nappal következik be, de az első fontos lépése ez húsvét után 40 nappal az áldozó csütörtök, amely egy olyan
tartalommal bír, hogy ugye ezen a napon ment a Jézus a tanítványok szem előtt a mennyben, és mivel áldozó csütörtök a napja, ezért általában a katolikus vidékeken ugye az első áldozásnak és az időpontja volt régebben is. Ugye ezután készültek már a pünkösdre. Pünkösd vasárnap és hétfője az a két nap, amelyet ma is tartanak keresztények is. Tehát itt az első napja az a Szentlélek leereszkedése a tanítványokhoz galambképében, illetve lángnyelvekként, és ezután pedig ugye úgy tartják, hogy a tanítványok megalakították az első gyülekezetet. Ehhez kapcsolódóan ugye a színek, a tárgyak, amelyeket használtak, azok mind-mind ehhez kapcsolódnak, így a pünkösdi rózsa, a bíborvörös, piros színével, ez mind-mind jellemző, árul hozzá ehhez az ünnephez, aztán a fehér, a tisztaságnak a jelképe is. Ugye pünkösd alkalmával, pünkösd első napján a mosakodás, a tisztálkodás nagyon fontos volt. Ilyenkor a lányok az első harmadban, ha megmosták az arcukat, akkor úgy tartották, hogy a szeplőik is eltűntek, illetve hát ugye szebbek lettek. Pünkösdhöz számos szokás és hagyomány tartozik. Ez időtájt volt jellemző a komatál küldése. Nevét onnan kapta, hogy a koma asszonyok, barátnők ételt küldtek egymásnak. Amiben az étel volt, az a komatál nevet kapta. Amikor a barátnők, akik már egész gyerekkoruktól nagyon jó kapcsolatban voltak, amikor egymásnak gyermeke született, akkor ételt és egyéb finomságokat küldtek, ahogy a gyerek ágyas asszonynak, és ezek a barátságok, ezek a kapcsolatok talán még sokszor erősebbek is voltak egy-egy vérszerinti kapcsolatnál is. Komatál az egy olyan tárgy volt, amelyet a fiatal vagy idősebb asszonyok az általuk kiválasztott kedves barátnőnek, vagy akár rokonnak, ismerősnek küldtek. Ugye ebbe a ma akár egy ételhordónak tűnő tágyban tartották az élelmet, illetve ebbe tettek levest, másodikat, illetve édességet, süteményt, és ezt becsomagolva vitték el a gyerekágyas asszonyhoz. Ugye ezt a komakendőbe csomagolták be, és így kosárba, vagy a vállukon kézben vitték el. Különbözőek voltak a pünkösdi szokások az ország egyes területein. Ám minden népszokásnál elsősorban a termékenység, a nász ünnepe és ezek szimbolikus megjelenítése volt a jellemző. Az Alföldön a pünkösdölés, még Dunántúlon inkább a pünkösdi királyné járás volt a szokás. A pünkösdi szokások közül Magyarország területén különböző képpen találunk régi hagyományokat. Az Alföldre a pünkösdölés jellemző, amely különbözőképpen történt. Ugye az áldásvitel, ugye a termékenységnek megerősítése volt a céljuk mindenképpen, illetve ezeken az alkalmakon egy kicsit sikerült ugye adományokat gyűjteni a fiataloknak. Tehát ez főleg a fiatal lányok, fiúknak a közös alkalma volt, amikor összeálltak többen lányok, fiúk, fiatalok, és akár egy lakodalmas menetet mintáztak meg megfelelő öltözékekben, vagy bármilyen kellék és szereposztás nélkül házaknál énekeltek, jó kívánságokat mondtak, és ezért cserébe kaptak ennivalót, illetve édességeket. Pünkösdi királyné járás az a Dunántúlra jellemző. Itt nagy lányok vittek magukkal egy kisebb lányt, akit királynénak öltöztettek, és akit egy lepellel, tehát a feje fölött egy lepelt fogtak, és így énekelve vonultak házról házra. Itt is jó kívánságokat mondtak, illetve van, amikor vittek magukkal feldíszített ágakat, amit elhelyeztek a meglátogatott portához, és amit általában ugye elmondtak,
a verseken, énekeken kívül, hogy felemelték a kisebbik lányt minél magasabbra, hogy ekkorára nőjön a kentek kendere, hiszen ugye a kender egy háznál, ugye amikor a gazdasági életben ez nagyon fontos volt. Talán a legismertebb májusi népszokás a pünkösdi királyválasztás. Általában valamilyen ügyességi versenyen kiválasztották a legügyesebb legényt, aki a pünkösdi király lett. A pünkösdi királyság ideje rövid volt, akár egy nap vagy egy év lehetett. Innen ered a közismert szólásunk is, rövid, mint a pünkösdi királyság. A pünkösdi király választása, ennek a sorsolása az egy olyan alkalom, amely pünköstkor természetesen zajlott, ez főleg a fiúknak. A már ugye legények is erdült, illetve már házasodó fiúknak a vetélkedése volt. Lehetett persze választással, sorsolással is eldönteni, de általában valamilyen vitézkedés, valamilyen viadal volt ennek az alkalma. Legtöbb helyen lóversenyt rendeztek, de futóversenyek, különböző érdekes feladatoknak a véghezvitele, olyan tetteket kellett végrehajtani, amit szinte tehát a mindennapjaikban ugye nem következhetett be, és amelyik a legjobban teljesítette ezeket a feladatokat, az lett a pünkösdi király. Ennek az időszaka valóban lehetett rövid, akár egy nap, csak arra a napra szóló, amikor a választás megtörtént, de voltak olyan területek, ahol akár egy évig is tartott. Akik pünkösdi királyok voltak, azok bizonyos juttatásokat, kedvezményeket kaphattak. Meghívták minden lakodalomba, ha bármilyen bajt elkövettek, akkor ő rájuk nem vonatkoztak azok a szabályok, tehát kevésbé büntették meg őket, a kocsmába ingyen ihatott. Ezek mind-mind nekik egy ajándék volt, és természetesen a fiúk felnéztek rájuk. Ferenciné Csáki Anna Mária elmondta, fontos, hogy a májusi szokásokat felelevenítsük. Akár előadás formájában, akár kézműves foglalkozás keretében, de a gyerekeknek ismerniük kell a saját hagyományaikat. A múzeumban a hagyományokhoz ugye ragaszkodunk, szeretnénk ezeket mind a diákoknak, mind a családoknak átadni. A pünkösdhöz kapcsolódóan olyan foglalkozásokat tartunk, amelyekben a pünkösdi ünnepkört ismertetjük meg a gyerekekkel. Óvodás csoportok szoktak látogatni hozzánk, hogy megnézzék azokat a tárgyakat, amelyek egy vendégfogadáshoz, a pünkösdi berendezéshez tartozó tárgyakat mutatják, illetve ha a kézműves tevékenységre, amiket beszoktunk kapcsolni ezekbe a foglalkozásokba, azok a pünkösdi rózsa elkészítése, hiszen ugye a pünköskor minden és májusi hónapban a növények nagyon nagy jelentőségűek, kapcsolódnak a szokásokhoz, bizonyos mágikus jellegzetességeik vannak, illetve természetesen gyógynövényként használják őket, és díszítésként is. Így a pünkösdi rózsa, ugye a rózsa az a színével is, a nyílás idejével is, ugye természetesen a pünköshöz tartozik, és ezt kínáljuk majd a gyermekeknek, csoportoknak, és ezt igénybe is szokták venni. A pünkösdi rózsa, amit itt el szoktunk készíteni a diákokkal, gyerekekkel, azt kreppapírból készítjük. Ugye a rózsának a szirmait, azt bordó, piros vagy rózsaszínnel, hiszen a pünkösdi rózsa annak is többféle árnyalata létezik, és ugye a szárát pedig zölddel díszítjük, ami általában nem hurkapálcára szoktuk, hanem egy-egy ágra, amely szebben mutatja ugye az eredeti növénynek a szárát, és ezt levelekkel díszítjük ki. Ugye azért is ezt választottuk, mert itt a múzeumban, ahogy bejön a látogató, akkor a kis virágos kertben is van pünkösdi rózsánk. Ezek tehát a május hónap jeles napjai.
És mint ahogy azt a muzeológus is elmondta, nagyon fontos, hogy a hagyományokat megismerjék a gyerekek és felnőttek egyaránt. Hiszen ez az örökségünk, s nem mindegy, hogy hogyan bánunk velük, megmaradásunk, magyarságunk múlik azon, hogy megbecsüljük, továbbadjuk-e.